Már csak néhány nap van hátra a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására. A határidő május 20-a, eddig a napig elektronikusan, vagy aki azt kérte, papír alapon juttathatja el a dokumentumot a NAV-hoz. Ugyancsak eddig az időpontig lehet módosítani, vagy kiegészíteni a bevallási tervezetet. Abban az esetben, hogyha az adózónak visszaigényelhető adója van, akkor nagyon fontos, hogy magában a bevallásban nyilatkozzon arról, hogy ezt az összeget postai úton kéri vissza, vagy pedig a bankszámla utalás a másik megoldás. A másik esetben, hogyha fizetendő adója van az adózónak, ezt a kötelezettségét teljesítheti utalással, elektronikus fizetéssel, csekken, vagy pedig bankkártyával is tud fizetni az ügyfélszolgálatokon. Abban az esetben, ha a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó összege nem haladja meg az 500 ezer forintot, kérhető kedvezmény arra vonatkozóan, hogy ne egy összegben kelljen megfizetni az adót. Az érintettek a bevallásban igényelhetnek legfeljebb 12 havi részletfizetést. Az is nagyon fontos, hogy az adózók ne feledkezzenek meg arról, hogy az 1+1%-ról nyilatkozzanak, tehát civil szervezeteknek, vallási közösségeknek, vagy pedig a kiemelt költségvetési előirányzatnak. Kérdés esetén az adózók felkereshetik a hivatal munkatársait telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Május 20-áig egyébként hosszabbított nyitvatartással várják az ügyfeleket a központi irodákban, így Pécsen is.